Sziasztok, Ilyes Ferenc vagyok, nézzétek ti is Zeneshow TV-t. Körtem, úgy jöttetek ide Berlinbe, hogy életetek egyik nagy lehetősége lehet ez a Final Four, és hát sikerült átértékelni és átérezni ennek a hétvégének a súlyát. Milyen volt ez a Berlin elleni mérkőzés? Hát szerintem aki látta, az annak a képernyőn is átjött, vagy itt a helyszínen is, hogy egy fantasztikus csata volt. Nagyon sportszerű játék volt, és tényleg a taktika dominált egymás ellen. Olyan taktikai lépéseket tettek, mint az edzők, mint a játékosok a pályán, hogy néha-néha nem tudtunk azokra válaszolni, viszont ami dominált, az a védekezés, és nagyon jól megoldottuk. Erre készültünk, és az év végére próbáltuk csúcsosítani a formánkat. A Veszprém ellen a hazamérkőzésünk az már mondhatni jó volt, ott is egy nagyon pici hiányzott, itt viszont azt gondolom, hogy a mai nap kicsúcsosodott, de ezt még holnapig tartani kell. Nem vitetted a védekezést, Mikler Roli mennyi erőt adott nektek onnan a hátulról? Hiába védekezik jól, mindig kell mögé egy extra teljesítményt, hogyha egy extra dolgot akarunk elérni. Tehát ahhoz, hogy itt bejussunk a döntőbe, ehhez pont az kellett, hogy amikor a csapat védekezése vagy a támadása gyengébb volt, inkább azt mondom a támadása, mert lerolnásokból kaptunk gólokat, akkor jött Roli és védett 3-4-et. Döntő? Döntő. Most tudjuk, hogy kellem fogunk játszani. Beszélni. Holnap kielemezzük, ugye így maradt még plusz 2 óránk, hogy nem az első mérkőzést játsszuk. Úgyhogy felkészülünk és ugyanígy fogjuk csinálni a dolgunkat, mint ma. Picit lenyugodva, most már a hotelszobában, hogyan emlékszel vissza a Berlin elleni sikerre? Nem volt mindennapi ez a győzelem. Hát majdnem sikerült ugyanúgy feltennünk a kérdést, hogy nem akartad. Viccet félretéve, igen, hatalmas élmény volt azért egy ilyen csarnokban játszani, ilyen közösség előtt. Nagyon örültünk a szegedieknek, és mikor felnéztünk rá, látta, hogy mennyien jöttek el, képbe öltöztették azt a szektort, ami nekünk ki volt jelölve a visszorkulóinknak. Hatalmas élmény volt, igazából azt tudom hasonlítani ezt, amit az olimpián éreztem, amikor bejutottunk a négy közé, ez is egy hasonló extázis, eufórikus állapotban volt ez a mérkőzés, és a végén, amikor lefújták és nyertünk, akkor óriási öröm volt. A folytatásban a Montpellier következik. A nehezén már túl vagytok, fogalmazhatunk így, vagy abszolút nem? Inkább mondjuk azt, hogy nem, még most sem nehezen, mert úgy gondolom, hogy senki nem szabad ezzel megelégedni, hogy hoztunk egy bravúrt, egy extrát, hogyha ez holnap nem teljesülik ki, akkor úgy gondolom, hogy semmit nem értünk el vele, mert mindenhol csak az elsőre emlékeznek. Én nagyon szeretnék már egy aranyérmet a nyakamba, úgyhogy itt a következő alkalom, hogy felrakjuk az irapantot.